Veszeli Lajos több évtizede él már Balaton-Almádiban. Különleges, varázslatos birodalomba invitált a stábunkat. Kávéval kínált és körbevezetett. Kétkezének munkája és elméjének fantázia világa nem csak a művészetében, varázslatos hangulatú alkotásaiban, hanem egyedi építésű házában is benne van. Minden szegletében fellelhető valami, amin elidőzik a tekintet. A művészt fáradhatatlansága okán nem régiben állami kitüntetésre terjesztették fel. A nemzetközi és hazai szinten egyaránt megbecsült, egyedi és termékeny alkotóművészi munkája, valamint a kultúra szervezés és tehetséggondozás terén is aktív szerepvállalása elismeréseként a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést kapta meg. Nagyon meglepett, mivel hogy nem tudtam semmit erről és tényleg meglepetés volt, de hát amikor oda, ott leültem, és, és láttam, hogy milyen közegben vagyok, meg milyen fantasztikus emberek kapják ugyanezt a kitüntetést, akkor úgy végig gondoltam egy kicsit, hogy hát idáig eljutni van. Szóval jó, jó esett, megmondom őszintén, nagyon jó esett. Rengeteg munkája, alkotása van. Mint mondta, egy része sajnos elkallódott nyomdákban, vagy éppen külföldi tárlaton. Műhelyében kiállításainak plakátjait is őrzi, folyamatosan tervezget. Egymást követik a kisebb és nagyobb célok. Igazi örökmozgó. Állandóan nyüzsgés volt bennem, de mindig valami olyan, olyan érzésem van, hogy, hogy ezt meg kell tenni és akkor arra a célra, amit kitűzök, akkor mind egy ilyen buldog kutya arra úgy ráállok, és, és akkor minden megszűnik. Műhelyében, mely egy külön világ otthonának birodalmán belül, több alkotás készül egyszerre. Művészete sokrétű, nem ragadt le egy stílusnál. Ez napi tevékenységében is tükröződik. Mindig több feladatot görget maga előtt. A rengeteg tennivaló közepette saját katalógusának anyagait rendezgeti. Ezzel szinkronban a Pantheon megvalósításán dolgozik nagy lendülettel. A következő héten pedig az Európa Szobor Parkról mond beszédet a Pannónia olvasótermében, mely szintén az ő tevékenységének az eredménye.